Nyomod, nem nyomod, megtekered. Jó lesz az. Tök jó. Így kérek szépen, még szántarok. Képviselő fánkot készítenek a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola 9-es cukrász tanulói. Az intézmény minden napjaiba néhány nap múlva mások is betekinthetnek, ugyanis nyílt napra készülnek az iskolában. Október 26-án tartjuk a nyílt napunkat. Szerencsére most már itt az iskolában nem kell külső helyszínt keressünk, hiszen már belaktuk az iskolát, és itt várjuk szeretettel nyílt napon a jelentkezőket, érdeklődőket. A 8. osztályosok betekintést nyerhetnek a műhelyek titkaiba, egy kicsit ki is próbálhatják magukat, készülnek az oktatók, készülnek a diákok, várják őket sok szeretettel, saját kezükkel kipróbálhatják a szakma rejtelmeit. Akkor is leengedem, oké? És ahogy úgy csukodik a lábam, úgy elég az, engedem, mosolyan is, és süsselek. Azok a tanulók, akik 3 éves szakképző iskolai oktatásra jelentkeznek, 3 lehetőség közül választhatnak. Ez nem más, mint a szakács, cukrász vagy vendégtéri szakember. Ide 56 fő jelentkezését várják. Az 5 éves technikumi osztályok a tervek szerint 64 fiatallal indulnak majd. A vendéglátás turizmusnak mindig van létjogosultsága. Tehát aki a vendéglátást választja és elhivatott, mindig el tud helyezkedni. Ebben a szakmában nagy a kereslet a szakma iránt, minden ága iránt, és aki elhivatott, egy szép karrier elé néz. Azok, akik októberben nem tudnak részt venni a nyílt napon, november 23-án még van lehetőségük becsatlakozni.